kezdtem dolgozni. Ezen a kiállításon, a halvány gőzöm nem volt, hogy mit fogok kiállítani. Találtam egy képet, ami végül is nem került bele ide, ami egy motorbiciklista jött, láttam a tükörbe a kocsiba, és nevet, és tele van élettel és erővel. És gondoltam, na elegem van ebből a sok savanyú képekből, csinálok egy ilyen erős kiállítást, ami az életnek a feltörő részéről szól. De aztán elkezdtem keresgélni, és rájöttem, hogy a szomorúbb képek és a melankólia is legalább annyira érdekel, mint az életkép. Úgyhogy olyan kiállítás lett, mint szokott lenni, ami az életről szól, és a minden, ami benne fél. De ez nem az élet, ezek csak képek. Beszéljünk a kisfiúról, aki kint van. Az az egyik a kedvencem. Volt egy megbízásom, amerikai délen voltam, és találkoztunk egy családdal, beszéltünk az életükről, és ez volt a kisfiúk, akik velük volt. És nagyon megszerettem ezt a kisfiút, mert egy olyan életkedvű, olyan, amit kerestem ebbe a kiállításra, és ez most előbukkan. Odaállt a magnólia virág alá, és szerintem az arca és a galéria az nagyon hasonlít a virághoz és a virágnak az erejére. És ez egy olyan virág, ami teljesen erős és törtet előre, és ő is erősen mosolyog. És akkor tudtam, hogy ez legyen az, ami mutatja, hogy ez a szíve a kiállításnak. És mindig, ha látom, örömet okoz.